erdélyi sportszakmai szempontból történő megítélés egy igen nehéz feladat, hisz az itt született sportolók többnyire Romániát vagy Magyarországot képviselték a különböző világversenyeken, és ezeknek az országoknak az adatbázisait bővítik az ő trófea gyűjteményük is. Ebben a videóban az ő sikereikről szeretnénk beszámolni. A trianoni békeszerződés következtében a tágan értelmezett Erdély Románia részévé vált. Ez a döntés a sportéletet is nagyon nagy mértékben befolyásolta, hisz Kolozsvárot 1920-ig minden sporteseményt betiltottak a romániai hatóságok. Ugyanakkor olyan városok, mint Temesvár, Arad vagy Nagyvárad a sportszakma központjaivá váltak, megtörve Bukarest dominanciáját ezen a téren. A temesvári kinizsék például az 1921-22-es labdarúgó idéntől kezdődően 6-szor megnyerte az országos labdarúgó bajnokságot, 4-szer pedig erdélyi ellenfél ellen küzdött a döntőben. A román labdarúgó válogatott is ebben az időszakban játszotta le első hivatalos meccsét Jugoszláviával szemben. A meccset 2-1-re nyerték, és a csapat többnyire a körösök és a bánságok vidékéről származó játékosokból állt, akik német, magyar vagy román származásúak voltak. 1924-ben a labdarúgó válogatott már a Párizsi Olimpián szerepelt, és az elkövetkező 3 labdarúgó világbajnokságon mind részt vett 1930-ban, 34-ben és 38-ban is. A román nemzeti 11-ben ekkor olyan tehetségek játszottak, mint a brassói származású Bodola Gyula, aki 48 meccsen 31 gólt szerzett, ezzel még mindig Gyorgy Hágyi és Adrian Mutu után a 3. legjobb román gólövőnek számít. Az ő nevét viseli a nagyváradi sportstadion is. A nagy háborút követő első olimpiai játékokra 1920-ban került sor. Ezeken a játékokon sem Románia, sem pedig Magyarország nem vett részt, így mindkét országnak 1924-ig várnia kellett az első olimpiai életre. Ez Románia esetében egy kevés magyar érdekeltséggel bíró rögbi csapathoz fűződik. Az első magyar érem megszerzésében viszont egy erdélyi származású sportoló is részt vett. A váradszentmártoni születésű Ozora és Senker Zoltán először a bronzérmes tőr, majd az ezüstérmes kardvívó csapat tagjaként is pástra lépett. Egyéniben pedig a kardvívó bajnokság 4. helyezettjeként végezte. A ország másik kiemelkedő erdélyi olimpikonja az alsósófalvi származású Keresztes Lajos, aki könnyűsúlyú birkózóként 1924-ben ezüst, majd 28-ban aranyérmes lett az olimpián. Így ő számít az első olyan erdélyi magyar sportolónak a nagyháború után, aki a dobogó legfelső fokára áll. Az ő tanítványa, az szintén sóvidéki Lőrinc Márton a légsírójak között lett a legjobb a berlini olimpián. A torna egyértelmű favoritjának számítottak kardívó csapat és a vízilabda válogatott. Az előbbiben a nagyváradi Kabos Endre, a korszak balkezes ásza, az utóbbiban a Maros Fásárhelyi hazai Kármán képviselte Erdélyt. Mindkét sportágban bajnoki címet szerzett a válogatott, így az erdélyi fiúk is. Kabos Endre egyéni kardívásban is aranyérmet szerzett. Ő ezen a tornán a 3. és a 4. érmével gazdagodott, hisz 4 évvel korábban Los Angelesben egyéniben bronz, Csabalban pedig aranyérmes lett. A második világháború kitörése miatt a következő olimpiát csak 1948-ban tudták megtartani. Ekkor a címvédő magyar vízilabda válogatott csak ezüstérmes lett, de 52-ben Helsinkiben és 56-ban Melbourneben az ominózus szovjetek elleni véres mérkőzés után ismét visszaállhattak a dobogó legfelső fokára. 4 évvel később Rómában egy bronzéremmel is gazdagították a magyar éremgyűjteményt. Mind a 4 alkalommal a csapat tagja volt a kolozsvári születésű hálóőr, Jenei László, aki leginkább az 52-es győzelemből vette ki a részét. Az 50-es évektől kezdődően egyre több erdélyi sportoló képviselte Romániát az 5 karikás játékokon. 1952-ben a balásfaldi származású birkózó Mikolaj nyert aranyérmet a 67 kg-osok kategóriájában. 1956-ban bemutatkozott a temesvári származású Balázs-Sőtér Jolán a magasugrók csoportjában. Bár ekkor csak az 5. helyezést érte el, a következő évtizedben a sportág ikonikus alakjává nőtte ki magát. Egyedi stílusának köszönhetően összesen 14-szer sikerült megjavítani a világrekordot. 1960-ban és 64-ben 14, illetve 10 cm-rel tudta megelőzni a 2. helyezettet. Nem meglepő módon megválasztották a 20. század legjobb női magasugrójának. Az 50-es és a 70-es évek között az aradi utalabörökből csapat eredményei is kiemelkedőek voltak. Főként erdélyi magyarokból álló csapat 4-szer nyerte meg a román foci bajnokságot és egyszer a román kupát is. Az aradi óta a negyedik legjobb román foci csapatnak számít a kolozsvári Csefere és a temesvári Kinizsivel holt versenyben. A gárda a következő idényben ismét az első osztályban szerepel, ahol legutóbb a 2007-es, 2008-as idényben fordult meg. Köszönjük, hogy megnézted a legújabb videónkat! Ha érdekel, hogy miket csinálunk még, nézd bele a többi videóba is, és látogass el a blogunkra, aminek a címét megtalálod a leírásban. Amennyiben tetszett a videó, és szeretnél még hasonlókat látni, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára.